A képviselőtestület egy pontja foglalkozott a belváros rekonstrukcióval. Mi a helyzet? Tulajdonképpen a belváros legnagyobb ingatlan tulajdonnal rendelkező Póluszkóp és az önkormányzat közötti megállapodás volt ezen napirendi pont, amely egyrészt taglalja a belvárosi épületek felújításának vonatkozását, önkormányzat által átadott pénzeszközöket, illetve a vásárcsarnok megújítása, a vásárcsarnok környékének infrastruktúrális felújítása és a használt piac üzemeltetése működtetésére vonatkozott. Ezt a Fidesz-KDNP frakció tartózkodással fogadta csak el, nem támogatta ezt a napirendi pontot. Ennek több oka van, véleményünk szerint egy kicsit túl van reprezentálva a Póluszkóp. Nagyon sok mindent kapnak, és aránytalanul a többi belvárosi ingatlan tulajdonosokhoz képest túl vannak reprezentálva, illetve nem látjuk. Én személy szerint ugye a vásárcsarnok környékének önkormányzati képviselőjeként hosszú évek óta tapasztalom, hogy az ott élő embereknek borzasztó sok kellemetlenséget okoz a piac működése. Ezért is kértem a polgármester urat már évekkel ezelőtt, hogy erre megoldást találjon. Sajnos most sem látok megnyugtató megoldást ezen területen, hiszen a használt cikkpiacnak a szabályozása az egyértelműen ma sem történt meg. Ezért kértem a polgármester urat, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy mielőtt a konkrét megállapodás aláírásra kerül, a részletekről történő megállapodás kerüljön vissza a testület elő, hiszen mindig a részletekben bújik meg az ördög, és erről még beszélnünk kellene, pontosan a lakosság megnyugtatása miatt. Igen, a másik napirendi pont a parkolási rendelet módosítása volt. Hát egyik szemem sír a másik nevet. Örülök annak, hogy a parkoló díjak valamilyen módon csak is csökkentésre kerültek. 250 forintról 220 forintra megy vissza a piros zóna. Ez egy 12%-os csökkentés. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a polgármester úr 2014-ben, miután megnyerte a választást, alig egy hónap telt el, és a következő testületi ülésem bevezette a szombati parkolási díjat is. Most ezt kegyesen visszaadja és ingyenessé teszi, ebben a módosításban az is benne van, illetve benne van az, hogy ünnepnapokon és az ünnepnapokat megelőző napon nem lesz parkolási díj a városban. Ezt a Fidesz frakció örömmel üdvözölte, de nem vagyunk elégedettek ezen a területen sem, hiszen évek óta arra kérem a polgármester urat, hogy az első egy órát tegye ingyenessé, hiszen a belvárosba érkezők, akár vásárlók, akár a szolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárok, akár a hivatali ügyeket intéző állampolgárok, földhivatal, polgármesteri hivatal, posta és egyéb dolgok miatt mindig több száz forinttal vannak büntetve, és ezt most már meg kellene szüntetni. Megvan erre a technikai megoldás, hogy hogyan lehet az első egy órát ingyenessé tenni. Én most is azt mondom, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP vezetni a várost, vagy átveszi a város vezetést, mi azonnal meg fogjuk lépni ezt, újra fogjuk szabályozni a parkolási rendet, és biztos vagyok benne, hogy az első egy órát ingyenessé fogjuk tenni. Ezt hogy lehet megoldani technikailag? Gyakorlatilag nagyon egyszerű, ugye az ország több városában és Nyugat-Európa városaiban már évek óta működik ez a rendszer. Lehet vásárolni ilyen kis papírórákat, amit a szélvedőn belőle föl lehet nyomni, és onnan be kell állítani az érkezés időpontját. Beállítjuk, hogy 9 órakor leparkoltunk, és azt látja a parkoló őr, és 10 óráig nincsen semmiféle szankció, és nincsen büntetés. Ha 10 órát vagy 1 órát követően ott szeretnénk maradni, akár a telefonos applikáción keresztül el lehet indítani a parkolást, ma már erre megvan a technikai lehetőség, és nem kell visszafutkozni az autóhoz. De ez abszolút működik az egész világon mindenhol.